Mert kaphatóak a kedvezményes early bird jegyek a 2024-es sneakerdesz Budapestre a oneticket.hu-n. Találkozzunk november 2 és 3 án a kedvenc rendezvény helyszínén, a Millenárison. Egy rejtélyes otthonban vagyunk, és hoztam is persze egy sneaker eljöttünk Teddy jumbo megnézni a szekrényét, az első szekrény vele, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi fog várni, és közben az on size én vásároltam a sneaker, ez Budapest nevében, neki egy Jordan 1-est, amiben most megajándékozom, hogy már betalakodok ide, remélem felkészült ránk. Ciao. Te mit csinálsz a házamban, ne haragudj! Miért van rajtad port? Ö, hát tudod, itt általában körbe szoktunk nézni a mikrofonokkal, influencerként, nálatok ez nem szokás? De. Port. Na jó, bejhetünk? Gyere be, figyelj, megmutom a szekrényemet. Na, nézzük meg, nézzük meg. Meg hoztam cipőt is különben. Nekem meglepő. Neked meglepő. Gyere itt sok ring lighton át, figyelj, tudod, Na. ez az influencereknél is szokás. Elküzdöm itt magam. Wow, de jó, hogy így teljesen random verszít minket. Hát, <laughs> mindenki cserül, hogy a random lenne. Na, Figyelj, szóval látszott a cipő felhozatalomat, nem túl színes, úgyhogy én nagyon remélem, nagyon-nagyon remélem, hogy valami piros, vagy valami élénk szín lesz az, tényleg összerakom a kezemet. Hát figyelj, hogy, egy mondod, így analizáltam, a, mert ugye nagyon sok TikTok videód van fenn, ahol outfiteket raksz össze, igen. és stb. Tehát így analizáltam a ruhatered, és igyekeztem, igyekeztem, olyat hozni, ami még talán nincs. Úgyhogy, úgy elmentem az OnSize-be, és megvásároltam a Sneakeres Budapest nevében egy gyönyörű jordan ami figyelt, és nyújtok, hogyha már itt fogadsz minket. Köszönöm úgyhogy, szépen. most ezt hogy Jordan, ha már a dobozból lehet, hogy átjött. De kíváncsi vagyok, ez tetsz, Igen, a Nike kitaláltam. kitaláltam. Na már... A... Anyád, nem akarok káromkodni, de úr! Na, na, mit mondunk? Jézusom! Te figyelj, ezért engem a 15 évesek meg fognak verni. <laughs> <laughs> Imádom! az rohadt szép, és pont bele is fog illeni szerintem. Na De jó. Komolyan, nem Figyel, kellett ezzel volna. Verjel, csak, hogy így benyúlhatok most, figyelj, most ezzel a, ezzel a bőrkabettal. Most betta. nézd meg, ez milyen fit, Tiszta és Michael egyből Jackson. kitalálta. Kurva jó. Na, fantasztikus. Hát akkor ez egy nagyon öröm, hogy Nagyon veszik. szépen köszönöm. Nagyon na, szívesen, nagyon-nagyon szíves szívesen. Köszönöm, hogy hogy jöhetünk? Na, no, de akkor beszéljünk is a stílusodról, ugye amikor, ugye volt nem a rádióban különben, a igen, a rádió is igen, soronban, nagyon jó muri volt. nagyon jó muri volt valóban, és ott, a sokat beszélgettünk, és amúgy mondtál egy olyat, hogy amikor te belekezdtél a TikTokba, te rögtön gondoltad, hogy ez amúgy ott fog menni, meg ott fog pörögni, mert azért van egy eléggé, uh, hogy is mondjam, definiált stílusot, karakteret, megosztó. megosztó kicsit persze. Kíváncsi vagyok, hogy a ruhatered is amúgy ez alapján rakod -e össze, vagy az ott inkább bézike. Haber, Habár, emlékszem, volt most nemrég egy videód, ahol azért elég hevesen lekritizált ezt a klasszikus magyar ilyen, <laughs> ilyen, ilyen roadman-szerű stílust. Beszélt. Úgyhogy figyelj, nézzük meg, hogy, hogy mi van itt amúgy, amúgy ez alapján öltözkörszed, hogy... Figyelj, én hiszek abban, hogy egy nadrág és egy póló nem állt itt. Oh. Biczelek, biczelek. Figyelj, én ezért most egy kicsikét gondoltam, most ez olyan, mint hogyha most nem tudom, most túlöltözném a poronmestert, most ezt miért megpróbálni. Tehát hogy kicsit akkor leszek ilyen klasszikus? az én házamban uh, vagy szóval... így van. Egyébként én úgy gondolom, hogy a legbasicabb szettem azt, hogy az ez, hogy Tehát, hogy ugye otthon aha. vagyok. Én mindig úgy szoktam, hogy valami Jackivel, valami ékszerrel, valami uh -huh. jobb színnel fel lehet így az egészet turbozni. És én azt hiszem, a legjobban, hogy amikor kimegy az utcára és nézik a szettemet, akkor tudom, hogy ja. jól öltöztettem. De ez szerintem néz körbe. Látszik Na. is a felhozat Hát látszik. Na de igen. Kezdjük a cipőkkel talán. Jó. Oké. Okay. Hát figyelj. Mi az, ami egyből megfogja a szemedet? Hát nekem, mint sneakered. Most hiszed, hogy a bakancsot mondom mi? Hát, <laughs> igen, hát hát Nem. Kérdettem. Nem, mert Jordan fogok mondani, mert van itt azért egy szép egyes Jordan. Kezdjük így erről az oldalról inkább. Amivel Hát, mintha még ha csak nem Úristen. is te lennél. I have akkor a confession, még... to make. Na. Szóval ez, ez a jordan nagyon-nagyon büszke vagyok. Ezt egy cégtől kaptam. Kicsit most is van, de ezzel voltam nálad a podcastben. Így van. De várjál, ami a dobozban van, Hoppe. attól szinte engem meg fogsz ölni. És arra kistom majd, amit most kaptam tőled. De várjál, megígéred, nem fogsz ítél, elítélni. Nem foglak elítélni, megígérem. Szóval a vallomáshoz Na, az, az, hogy meleg vagyok. Ja, nem, nem, ezt aminek tudja. Volt egy ilyen Jordanem, Ez egy... Szerintem te is megmondod igen, róla, igen, hogy ez kicsit kezdem érezni. Nem eredeti cipő. De ez akkor volt, amikor mindenki azért küzdött, és azt akarta a szüleitől, hogy legyen egy jordan -e. Na most egy ilyen Jordan az eredeti, azt hiszem, ez 400 ezer forint kb. Hát nem igen. Több. Hát, hogyha ez igen. Na hát Radizsomban nem, nem kaphatott 400 ezer forintos cipőt, szóval egy ilyen tök random kamut kaptam, tök olcsón, és én olyan büszke voltam rá. No, de így, tudod, most már megengedhetném magamnak a cipőt, de akkor így az, így, az, így az én kis szemem volt. És mindig hogy eredeti, és meg mindig mondtam, hogy a nagymamámtól kaptam, szóval nem tudom, de hogy volt eredeti. <laughs> Jó, akkor én is, figyeljétek, akkor mert ez ilyen vallomások napja, akkor én is mondok egy vallomást, hetero vagyok, ezt hiszem mindenki tudja, <laughs> de, de különben nekem is még amikor voltam, szerintem tizen két éves lehetem kell, vagy 11 éves, és így nagyon belejöttem a sneaker világba, és persze nekem sem volt olyan büdzsém, amit elköltsek, egy akkor egy Pirate Black easy re és akkor, és akkor lett egy fake Pirate Black Easy. Há nagyon Akkor, és, és amúgy nagyon érdekes, hogy ilyen emlékként nagy becsben tartom, megőrzöm most ugyanis, is, mert ez egy, ilyen, ez egy ilyen korszaknak volt a lenyomata. Azóta soha nem nyúltam fake sneakerhez, és srácok, ne vegyetek fékeket, én nem azért mondom el, hogy ne flexeljetek fékeket, stb. stb. Ez a ti saját döntésetek, de én alapvetően hogy sztéket veszünk, vagy ruhát veszünk, akkor fontos az, hogy egy tervezőt, egy márkát, a gondolatiságot mögötte támogassuk. Én ezért veszek inkább valamit, ami olcsóbb, de eredeti. Na most akkor, hogyha már ennyi, ennyi ideig nem kell egy féket a kezemben tartanom. Igen, még igen, én igen nem, de az eredeti. Vesz, de ez eredeti. Wow, nice. És mondjuk, ha még ha nem tudom, ez a terúhatáradban van, akkor még azt mondom, hogy az egy relatíve basicabb szín is, nem? Igen, igen, igen. Ez az, amikor akkor szoktam hordani, hogy mondjuk suliba megyek, Aha. vagy mondjuk valami konfi cipőt akarok, tök jó arra is, hogyha a busz után futok, tudod, így nem az van, mint a 8 centis platformos bakancsommal. És ja, én ezt a cipőt nagyon szeretem, én ezt ebből tegyék kihortam az utolsó szót. Az is. Igen, ilyen, NPC-be illeszkedő cipő akkor? Rám nem lehet mondani az NPC szót. De igen, mondhatjuk. Vicceltem, persze, csak ugratlak. De akkor beszéljünk arról is, Nyilván. amit, amit talán így először hát felvetettél, vagy mondtál, de azt, az lehet, hogy vedd el, Figyelj, az... én erre én erre a bakancsomra nagyon büszke vagyok, mert nyilvánvalóan, tehát hogy a telában nem tudom elképzelni, ha nem sérülsz meg. És Sőből. nem feltétlenül egy átlós hetero férfinak a lábán látnám, de ez, amit így tényleg mindenki megnéz az utcán. mihez veszed fel? Bármihez, mert felveszek már egy farmert, akkor letakarja a szögecses részt, és ez itt rohadt jól néz ki. És tudod, így odállok egy pali mellé, aki mondjuk megpróbál valamit beszólni, vagy megpróbál valamit odaugatni, és figyelj, magasabb vagyok nála 20 centivel ezzel bárkit meg bármelyik hetedikest. De úgy igen, Szépen. ez az egyik kedvenc cipőm szerintem most, illetve a másik, amit még nagyon szeretek, azt is megmutatom, az néz. Ez az új New balance Jaj, de szép ez az 550-es. Igen, is ég, szükség, igen. Tudtam, hogy, van el egy ilyen, ez nagyon szép színelles, ugye New az 550-esei az elmúlt két három évben hatalmasat pörögnek, igazán szép klasszik cipő tenisz világából ered, de hát, de hát most már azért elég kevesen hordják ezt tenisz pályára, hanem utcára. <coughs> <így> <coughs> szoktál ja, menetem, De most itt ja, meg köhöz. <laughs> de, de amúgy te, te sportoltál nagyon sokat, meg sportolsz soka is, soka is, nem? sportoltam. Igen, 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 igen. Egyébként van, sok díjam is van. úgy látjuk, tehát így mi így, így a kamera mögött. Konkrétan, ö, majd csináltuk egy nagyon szép vágóképet. Figyelj, nekem a sportolás az amúgy tök fontos, és valahogy kevesen hinnék arról hogy telesportolok én a táncban szeretem szóval legjobban megmutatni magamat, mm. nem így a TikTok táncokban szól, ez, de mm. én már lassan szerintem 10 éve jazzba lett azok. Mm -hmm. ez tenisz nem teniszeztem soha de. egyébként. Minden mást igen. Kosár, futball, bármi. Figyelj, most nem sem felezett. Vízilabda is volt. Vízilabda is volt. Figyelj, sak. Ja, az... -os. -e? És és még a kupám szóval is van ég. belőle. Nagyon, ez, ez, ez. De a kalappal, nem is tudtam. Köszönöm szépen, látod, ki nem nézett belőlem. De, hogy nem, dehogy nem. Na, de amúgy mi alapján szoktál te outfitet összerakni? Most ezt úgy kérdezem, amúgy sose felejtem ezt el, tehát, hogy amikor én elkezdtem így először divatról, stílusról, outfitekről beszélni, én nagyjából így 2017-ben egy jó, hát egy 7 évvel ezelőtt, Youtube-on, uh, akkor még nem is volt olyan, hogy TikTok, Tényleg akkor nem, még musicali, nem Isten. tudom, hogy volt-e talán. Na mindegy is. A lényeg az, hogy amikor elkezdtem beszélgetni, a, vagy beszélgetni, beszélni, és mondjuk így pontozni outfiteket, mindig elkezdett, még akkor ilyen kommentek voltak mindig, hogy, hogy, de neked van valamilyen divatszakértői képesítésed, hogy te így megmondod a stílusra, most meg ugye ma már egy, hát hogy nem, de közben, közben meg sok más tapasztalatom van ebben. De különben most nem, mert ez teljesen megváltozott, hogy a TikTokon, mert mindenki outfitekről beszél, és mindenki pont az outfiteket, és, és mindenki a stílusról beszél. Te mi alapján válogatsz össze egy A Amúgy van um, divatipari képesítésed? Ö, igen, van egy sín diplomám, és azt nagyon-nagyon becsben tartom. Egyébként nem, én tényleg azért szoktam néha az is videókat csinálni, mert unblock ö, szerintem van egy különleges öltözködésem. Uh -huh. De ha mondjuk elmennék egy olyan fashion országba, mint mondjuk nem tudom Párizs, ott teljesen beállodok a környezetbe. Szóval amikor kinyarod a Párizsba, akkor eltűntem. Itt Pesten kitűnök uh -huh. ezzel. Én mindig azt hiszem, hogy valami jól esik. Szóval, ha én azt mondom, hogy nem tudom, szeretnék most egy piros szettet, mert fel akarom menni az új cipőmet, uh -huh. akkor fogom ezt a jacket mellé. De mondjuk ha esetleg egy nyakkendőset, valami elegáns takarok, akkor felmeszek mellé egy bőrgyök Vagy mondjuk esetleg valami, nem tudom, szőrösebb pulcsit. Értem, hogy kicsi vagy lejátszok vele. Cipőtől kezdesz, vagy juhától kezdesz, és cipőt választasz? Nagyon hozzá. nagyon jó kérdés. Jackitől kezdem. Jackitől. Aha, tehát a Jackie. Mondjuk tényleg vannak markáns Jackik, mutasd meg meg pedig kedvenced. Jó, a mostani vadászatom, ez Vintidről van, képzeljétek Na. el, ez egy nagyon-nagyon kedvenc. Egy, Aha. Tehát, hogy fog meg Hú, egyébként. Jó, Szabad kérdezni, mennyire szerezted a Vintiden? Képzeld el, egy csajtól akciózt, vagy itt így, így le, vagy, hogy mondják ezt, amikor... ö, hát így le, le, le... Lecsoroskodtam, érted? Szóval lealkudtam, igen, 1500-ért. 1500, -ért. 1500, forint 1500 volt? És azt is szeretem nagyon, hogy így ki lehet hajtani, és akkor egy fullon motoros jacky, hogy felhajtott teljesen. Jó. Nézd, így rohadt menő. Nagyon és legyen. ezt tényleg bármihez fel tudom venni. Ez egyik kedvencem, a másik, amit nagyon szeretek, hú, vannak a fekete csekeret, nagyon szeretem. Ez is egy turis vadászat. Ez egy Aha. golf, golfos jacki Fú, mindjárt megmondom mikor. 1987-es. Fú, de jó, és ez, ezeket kér... a de... Na, tehát, hogy ez így néz neki magától. Egy tökmenő tök menő Radis Zsombor mit csinált? Elment a gimnáziumba, és mikor futott be a vécér, hogy elbőgje magát, végig szakajtotta a kilincsem. És hát nyilván akkor Sarabul lettem, még többet sírtam, és láttam Pinteresten, hogy egy ilyen game kapcsokkal összeragazgatja valaki, és akkor ezt megcsináltam. Nyilván sikerült, hogy sikerült, de nagyon-nagyon szeretem ezt hordani, úgyhogy figyelj, még akkor is ez a része nem a legszebb, így jól néz ki képekem. Nagyon menő különben, bocs, ha szabad kérdezni, árat, hogy mennyire szerezted be, nagyon kíváncsi lennék, azért, mert amúgy ezt azért, azért kérdezném el be, hogy flexeljünk a magas árakkal, de szerintem meg annyira jó üzenet, mert mondtad, hogy vinted, mondtad, hogy turiból van, stb., hogy nem kell hatalmas büdzséből öltözködni, hogy eh, ahhoz, hogy menő néz ki, és hogy különlegesen néz ki, mert most már bocsánat, de szinten, kevesen raknak össze őrült ebbe autiteket itt, mint Jombor. és tényleg eh, <síns> <Köszönöm. síns> nagyon különlegesek a szetteid, és, eh, és nem kell hatalmas eh, luxus meg bankok vagy robbantani, az, hogy ez meglegyen. Figyelj, én ezt turiból vettük, ez egy ilyen kilós turiszerű hely, szóval pontosan emlékszem egy ilyen 4000 forintért, és én hiszek abban, hogy tök nagy flex, hogyha megveszel valamit drágán, már magadnak gyűjtötted össze. De szerintem az még nagyobb flex, hogyha jó fitet csinálsz, egy rohadt olcsó budgetból. Tehát, hogy ne úgy vannak olyan szettem, max 10.000 forint, és ötször olyan jól néz ki, mint az, aki 500.000-ért vesz már valamit. Pont tényleg. Tök jó, tényleg tak jó. Na, hát figyelj, akkor uh, még néztem erre, hol volt, volt még egy nagyon jó kérdező, csak kérdezik, ezeket. ez, Na, ez nagyon menő például. Ez nagyon cool, ez, ez ilyen motoros, Olyasmi igazából egy kis ilyen taxisofőrös vibe. vibe. Ö, igazából, ha megfordul a belsét, nem egy nagy anyag, szóval én ezt Aha. nyáron is tökéletesen szeretem fölvenni. Létsz az alapozó volt, ezt nagyon szoktam most ne ruháimat. De ja, ezt éppen egy cégtől kaptam, szóval úgymond nekem ingyenes volt, ő, barter alapon, de az nagyon sok ilyen jacky itt pedig az itt ilyen kabátjemet is szintén úgy kaptam. Meg még ami egy ilyen, ami szerintem egy tök menő, és azt nagyon sokan szokták megnézni, az ez az a jacky. Ö, ezt nagyon-nagyon szerettem volna, utóbbi tavaszi időben, jó nehéz is, nekem fogd meg, figyelj, leszakad a kezem. Nem, tényleg, tényleg nehéz, van súlya, van benne anyag. Oké, okay, hát legyen egy kicsit provokatívabb kérdésem. Uh, csak mert megmaradt, amikor jöttél hozzám a rádió műsoromba, uh, a stúdió, az ATV székez, kőbenyen van. És azért mondtad, hogy valami kicsit konszolidáltabb szeletet is veszel fel, mert azért kőbányára úgy nagyon nem merészkednék ki, hogy nagyon örült outfitben okay. nálad az különben, amikor outfitet választasz, döntő faktor, hogy Mennyire? Hova mész? Milyen környezetben mész? Nem, nem feltétlen. Figyelj, ő, nyilvánvalóan, ha mondjuk most azt mondod, hogy menjek el Kőbányára, nem tudom, Üzbegisztánra, Peskunki fél egyházára, akkor nem feltétlen a legrózsaszínűbb szettet venném föl. De tök vicces amúgy, mert van itt ez a Jackie. Őt, ő volt az a legelső Jackie, amiben engem megpróbáltak megverni, és én ezt azért se adtam el direkt vintiden, mert akkor nagyon erőszakoskodtak velem, és én csak így a rózsaszín kis jackinbe toltam. úgyhogy ja, nem nagyon szoktam arra figyelni, hogy hova megyek, viszont nyilván azért a 8 centis platform vakancsomban nem feltétlenül uh mm. Most ezt, ezt nagyon elhumorizálni és tök lazán meg kezeled, de azért a súly meg nem menjünk el annak, hogy, hogy valóban akár, akár ilyen öltözködés miatt, de akár csak simán sneaker hordás, sörültebb cipő hordás miatt tényleg sok fiatal van, akit, akit tudom, sokan írnak nekem személyes tapasztalatból, hogy, hogy mondjuk nehezen viseli a környezet, uh -huh. vagy, vagy illetik vagy olyan intrikákkal, hogy az, az nem kéne, hogy úgy legyen. ez hogy kezeled, vagy neked ez mennyire volt nehéz így, mert most már felnőtt vagy, de hogy fiatalabban feldolgozni. Hú, hát én egyébként nem feltem ők abban szemben jó példa, mert én emlékszem, hetedik osztályban is úgy mentem le Pécsre, hogy egy óriszín nadrág volt rajtam, és soha nem is érdekelt az, hogy ki mit gondol. Amikor volt ez a szituáció, az Debrecenben történt, akkor a barátnőmmel voltam, és akkor inkább azért bántottak, mert én voltam az idegesítő, meg én voltam a nagypofájú, közrejátszott az hogy ózsaszínénkben voltam, de hogy ő, így nem tudom, ő, akkor utána egy kicsit visszafogtam magamat. Uh -huh. És én annyira sajnálom ezt, mert szerintem nem öltözködsz azok alapján, hogy mások hogy fognak rá reagálni. Ha valaki egy erőszakos ember, az akkor is erőszakos ember lesz, hogyha, hogyha egy csöves ruhába vagy volt már, hogy engem köptek le, nem tudom, egy ilyen pulcsiban, mosatlan hajjal, amikor semmi megosztó nem volt rajtam, és volt már, hogy úgy is szóltak be, amikor mondjuk egy tök megosztó volt rajtam. Sajnos az emberek ilyenek, és nem hagyhatjuk, hogy befolyásoljanak minket. Kicsit várjunk, akkor lazább témához, nézzük meg újra egy cipőt. Uh, még van itt egy, uh, egy szép kis szamba. A szamba nagyon, nagyon Aha, szép. Alapot, nem szép. a talpát nem mutatom. Ja, a talpát nem mutatom. Uh, TikTok hype előtt vagy után szerezted be? Tök mertő, hát utána kezdtem el horlani, Aha. szóval rá, én, én hiszek abban, hogy a hype nincsen baj, ha valami trend és tetszik, hordjad. A ap apukámnak vette a nagymamája, még nem tudom, szerintem négy éve, és ő mondta, hogy jó, majd akkor egyszer megkapom, mert ez egy 42-es cipő. Feldobtuk oda a padlásra, a nem nem használjuk, és akkor most így felmentem, elővettem, és mondom, ez egy szamba, hát ez most tök nagy trend, figyelj, úgy vettem föl, és a mai napig ez az egyik kedvenc cipőm mostanában. Újabb példa, mert a szülők szekrényéből királyi lehet összeszedni. És a nagyszülőkéből is. És a nagyszülőkéből is nagyon szép, nagyon clean. szoktál amúgy ilyen, tehát hogy amikor mondjuk kimész, és mondjuk tudod, hogy mondjuk nem akarsz már, vagy nem tudom, hogy van-e ilyen, vagy nem akarsz, nem tudom, TikTok videót csinálni, vagy outfit képet, uh -huh. vagy bármi ilyesmi, akkor ilyen nagyon klasszik szedben öltözni, vagy azért mindig van benne valami csibészség? Ö, most arra gondolsz, hogy Hát így outfitben, e... normálisan, ilyen M.P.C. szedben. nagyon ritkán vagyok a... ilyen NPC szedben, így fogalmazok, szóval. Én akkor öltözök úgy, hogyha tegvem nagyon szarnapon van, vagy hogyha uh -huh. mondjuk valakinél ott aludtam és megyek haza. Tudod uh -huh. is mink nélkül, síros hajjal, pofán lóg minden. Na akkor feszke egy pulcsit, kapuzni itt haza. De ez ilyen évente háromszor maximum. Uh -huh. A díva élet nem áll meg. <laughs> a díve élet nem áll meg. Abszolút így van. Na mutas még valamit, Mutáltad te is a legjobban ezt a szekrényt. Jó, figyelj, mi érdekel egy cipő mindenki. Aha, hát ott látok egy egy áptempót. meg okay. kéne említeni. Ö, arra nagyon-nagyon büszke vagyok. Ö, már csak azért is, mert egyébként ez az lesz a cipő, amit nem a leg szarabb állapotban van. Tehát, hogy így körömutatom, én ezt letakarítottam, miért jöttetek, de még így is látom rajta foltok. Viszont azért, mert rohadtul szerettem. Aha. Nem tudom, te neked van-e, vagy hort le már, de rohadt van tempom, kényelmes. nagyon kényelmes, nagyon jó benne lenni. És Értem. különben nekem amúgy furcsán, hogy nekem egy piros színe van, nem fehér, a fehér az más sztori, de én ezt nagyon sokat hordtam, és mert elég jó a, és elég magas a talpa, és jó a talpának az Igen. anyaga, könnyen tisztítható, és, és nem koszolódik úgy nekem annyira brutálisan, most a fehér lenne az más lenne, de amúgy az áptempó az legpraktikusabb és, és kényelmesebb cipő. Egyetértek, és pont annyira extra, hogy mondjuk egy basic azt is ja. szóval is nekem, van. hogyha válaszol a kérdésedre, hogy basic count -ba mennék, akkor biztos ezt menném fel. Mm -hmm. Mert ez mindenhez megy, Abszolút. és mégis ad benne egy kis pluszot, kis, plusz, kis extra Így van. Mondjuk az egy egytíptrend, hogy nem feltétlenül skinny jeanszel vegyétek, vagy egy nagyon szűk farmerrel, hanem egy picit, picit. Szia az az szerintem a nézőidnek most a 80%-a megsértődött. Miért? nem Hé, játsszuk le! Nem, hát miért, miért mondod most ez a, a, beginadrágok, a jortok, most a legnagyobb trend. Igen? figyelj, nem nézd a style check az Instagramon, amikor kimegyek a mert ott is. jó, oké, okay, vissza bocsánatot kérek mindenkit, ne gyertek Vasvilával a házamhoz, rohadt style csinálsz, és mindig nézem, hogy az ilyen 11-12 éves egy kis fiúnak, és milyen outfitja volt, és így... Nagyon menően öltözködnek, és nagyon vicces különben, hogy azok, akik nincsenek benne ebben az ilyen streetveres világban, azok azok, akik mondjuk kommentelik azt, hogy hú, hát ez mi milyen, akkor a farmer, aki ilyen bő farmer, stb. Úgyhogy kezd itt megfordulni, kezdünk elmozdulni a skinny jeans persze, hogyha szűk farmer voltak, akkor sincs sem semmi gond, azt mondjátok, ami nektek tetszik, és jól esik, tehát up -tempó. Uh, mi van még? Mit, mit akarsz még uh, mutatni? Vannak itt sapkák? elég egy kicsit ilyen Y2K 90-es vibe. Hát szerintem ezt nem kell magyaráznom igazából, uh -huh. ezt a sapkát, ö, nem tudom igazából. Ezt egy random olasz turiból szereztem, és hát rá van írva minden, ami tudni kell róla. A másik kedvenc sapkám, ami szintén egy kicsit megosztó, ez egy ilyen H&M-es 2500 forint volt. Ö, én ezt azért szeretem, mert Tök jól néz ki egyébként bármilyen szettel, egy sötétebbel is, de egy fullon rózsaszint is szívesen behúzok. Most egyébként pont a egy fotózásra megyek, és ezután egy ugyanilyen rózsaszín szett lesz rajtam. És hát ebben fogom össz. szelni a szelkámán Meg amit még szerintem megmutatnék, én azt tökre Töntjük szeretem. Jackie-re kíváncsi vagyok. Ja, abszolút, mindjárt. Van itt egy külön gyűjteményem, na most ez egy olyan rész, amit nagyon óvatosan kell. Ezeket a Jackie-ket én nagyon, nagyon szeretem. Hú. Szóval, amik, van szóval. ennek egy neve, nem? Hát ilyen uh, college Jackie. É, igen, igen, olyasmik, nem minden, de vég szívecskés, és a megfordul, tök sejmes. Ezt a kabátot nagyon borsi szeretem, hát is egy rohadt a nagy szív van. szív van. Nem túl meleges, szóval nem érzem annyira feminine benne magam, de mégis azért van benne egy ilyen kis zsomboros. Én uh -huh. ezeket nagyon szeretem. Igazából végig csak ilyen jackik vannak, és ezek a kedvencei, ezek mind cégektől vannak. Uh -huh. uh -huh abszolút, jó. Mondjuk mi van még, nem tudom, mondjuk ez, ha így benyúlhatok, mert ez mondjuk itt elég extra Óvatosan, de Óvatosan, óvatos leszek, igen. Az is egy ilyen jacky. Ú, ez nagyon jól néz ki, szóval, ezt mutassuk meg. Ú, de Jem. menő. Ez tök jól néz ki. Amúgy egy a közösségi platformjaidon azért így néha ilyen társadalmi kérdések is bele szoktál nem? Vagy mondjuk volt ez a pénzszórásos téma is, amihez azért a le véleményt. Igen, 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 igen. Hát Alap... Én téged is sajnálok, mert azért az generáció a folyamatosan mondtad, hogy milyen innovatívak vagyunk, ez igen szó. Jó, szuper, halál De hogy tényleg, hogy milyen kreatívak és értelmesek vagyunk, és te folyamatosan ezt mondod, és én is ebben hiszek. És amikor történik egy ilyen egy pénzosztás, hogy hogy 1000 forintos kisért kirángatjuk a 14-15 is nem tudja hány éveseket az szerintem rohadt degradáló, és rohadt rosszat tesz az égenerációnak. generációnak uh -huh. Szóval most biztos vagyok benne, hogy a Facebook olvasó 80 esek azt gondolják, hogy hú, hát a az generáció uh -huh. csak fontos, hogy neki. Szerintem gáz. Szóval én nem örültem neki nyilván. Nem, ebben abszolút egyet is értek, és igenis azt is látni kell, hogy, hogy nem attól, Tehát, nem, nem ezek a márkák azok, amik csak mozgatják ezt a generációt, még nem így kell mindenképp uh, cselekedni. Sőt, teljesen más dolog az, hogy egy generáció milyen, és az, hogy egy felnőttebb generáció hogyan akarja befolyásolni ezt az adott generációt. De ez még egy hosszú beszélgetés, külön is lehetne, Ott és még sok több. minden van itt, úgyhogy. Uh, Nyugodtan, figyelj, ami érdekel. hát a banánjelmez ki ne hagyjuk már Na, banánjelmez. Szóval van nekem egy jelmezem, hogyha ezt most valamelyik követőm, vagy nézem, nézi, tudni fogja. 2020-ban rendeltem Rohat random egy banános jelmezt. Uh -huh. Mutatom a barátnőnket, és figyelj, felzabálta az internet. Szóval úgy néz ki, most nem hogy wow. nem fogom felpróbálni. Egy ilyen van. Ö, és pont amikor pakoltam, mert kitakartam a szekrényt, jöttetek, hogy eltegyem -e ezt, de mondom nem, mert ez is a brandem része, és ezt rohadtul imádták. És fél felvettem, benne. és instán like nem tudom, 25-30 ezeren, és így Imádják, és bármikor, hogy megmutatom a videómba, mindig mondják, hogy vedd föl, vedd fel, mondom, ki én? De a cipőmhöz abszolút megy ma. Azt Amúgy Szólj, ha fel akarod próbálni. Szólj, ha felmered próbálni. Kérlek, kérlek, vedd fel! Nagyon könnyű belenyúlni. Jó. Banán, banán. És még a cipő is megy hozzá. <laughs> beírhatom a szívimbe, hogy... Sze és te ez a karrierednek a csúcspontja. Tíz per mennyi élmény volt? Azért 9 az, az érdemel. Most magát az élményt nem tudom, hogy hogyan rételjem, de félelmetesen jól ment a szettemhez. Nagyon. És nem tudta, hogy bármi ilyesmi lesz nem, a magától tudom, így Tehát, ja, jól választottam a cipőmet. Ez, ez, egy ilyen megérzés, ez az ember cipőemberként így kialakítja az évek során, hogy, hogy tudod, így, így a cipőt, és így valami mégis mondjuk erre húz. És az, az ilyen pillanatok azok. egy nem kellett, én kunkumestertől tanultam. Alig van én csak arra a szintre. <laughs> na na van. Uh, mi van még, amit nem mutattunk meg, és szerinted érdekes, meg? Várjál most akkor, ha már eljutottunk a banán, banánig, még van egy mélyebb pontja a szekélyen, oh, hogy nézem. Ezt, uh, már szóval, uh, ezt már csak azért se veszem föl most. Szóval, ezt már csak azért se veszem föl most, ez egy olyan pizsamám volt, ezt ez tényleg nem a videózás, mert én vettem uh -huh. fel a videóba, de hogy ilyen, szerintem épp hogy csak a műzikli TikTok lehet meg ilyenek, uh -huh. ez egy zsiráfos pizsama, de már rám se jön, szintén egy ilyen random ázsiai oldalról, és hát figyelj, őt azért tartom meg, mert így, így a gyerekkori énem. Szóval én nagyon szóval. fontos tartom, hogy a gyerekkori énemet hílejem folyamatosan, és, és így ezek fontosak nekem. Nyilván most már azért nem ebbe aludnék, tehát hogyha meg átmegyek egy sráchoz, nem ebbe teszem meg, de mégis azért fontos nekem, és megőrzem a szekrényemben. Nagyon menő. Különben alapvetően így a közösségi médiáról manapság, hogy gondolkodsz, mondod, hogy ez a karriered elején volt, szerinted ma még, hogyha valakinek ez az elma, hogy lehet még befutni a TikTokon, be lehet-e még tudatosan futni a TikTokon, vagy mert annyira minden organikus algoritmus alapú, hogy ezek véletlen történnek, ezek a történetek? Szem kérdek, érdekes, amiről beszélsz, mert nagyon sok olyan influencert ismerek, akik próbálják ezt az egészet, és nagyon látszik, hogy erőlködnek, és megy is egy bizonyos szintig. Szóval tudod, ez a tipikus ilyen insta görlik, akik szép képeket csinálnak, megiszom a kávémat, és ezt lehet. De találsz ebből 40 ezer embert. Szerintem, hogyha valaki TikTokon be akar futni, én azt mondom neki, hogy legyen önmaga, és csináljon valami kreatívat. Aha. Szóval mutassa meg a személyiségét. Tehát azért a tökéletlenség az valamilyen szinten izgalmasabb a lakosság, mert mind a tökéletlenség. Így van, így van, nem feltétlenül azt mondom, hogy én vagyok erre jó példa. Szóval ne feltétlenül azt mondogass, hogy banán nevezett és zsírápismával szól, de szeretik az emberek, hogy tudnak veled együtt érezni. Ó, oh, ez egy, fú, ez egy nagyon jó mondat. Hát az Beethoven, az nem, az... Shakespeare. <síthat> Na hát akkor még így záráskép. Uh, hogyha már érkezett ilyen előtt Jordan ebbe, a ruhatárba, Igen, akkor azt gondolom, vagyok. hogy nagyon szívesen tényleg, uh, hogy akkor már vidmer bele a saját stílusod, de arra lennék kíváncsi, hogy te ehhez, mondjuk ha jön a sneaker az Budapest, a november második, a harmadik, negyedik a vántiket.hú, uh, akkor milyen rakni raknál össze hozzá? Hogyan ú, ú jó, nagyon jó. Na. és milyen szörnyű. Milyen... Ugye? Ugye? Meg hát... a is milyen jó az anyag a különböző szerintem. Ö... Hogy mondják ezt? Ellőném a nyulat, Vagy hogy mondják, amikor nem élsz egy lehetőséggel? Tök mindegy, nem tudom. Ö, ezt a piros jackét venném Aha. fel mellé, ez százalék mert annyira passza. megy hozzá. Ö, viszont más pirosat nem akarok mellé menni, mert úgy fog kinézni, mint egy havi menstruáció, úgyhogy inkább szerintem felveszek egy fehér pólót. Mutatom is melyiket. Okay. Egy meg t -t -t fogom, Megfogom, persze. Nem tudom, ne Én vagyok mindig Mutatóban. Szerintem felvennék mellé még egy... Aha, sima a fehér egyszínű pólot. fehér pólót, mert ez így látott tökre illene hozzá. Igen, de most jön a nadrág nagy kérdése. És én nadrágnak... Skinny jeans? Még jó? Nem. Te engem ne fenyegess. Mindenképp szerintem vagy egy kéket, ö, vagy sötét, vagy egy ilyen sima farmert. Figyelj, két opciót tudok neked mondani. Az egyik ez a sima sötét kék. Ő is ilyen szerintem turis ez ilyen, Nem, ö, ez egy Tendiole nevű oldalról van. Aha ezzel, vagy pedig van egy nagyon menő about you nadrágom, még uh -huh. ő is tökre a szituációhoz. Szóval, szóval nézd meg, ez is egy tök egyszerű outfit, de ha kimennék ebben az utcára, akkor is úgy néznek rá, mint egy futóból, Igen, mert, mert egy, felkapja a szemedet, és így Aha. Nem tudom, miért, de annyira Ez Hogy nagyon érdekes. Nem, nem mert amúgy most is ki voltam, hogy a Tokióban például, és ott is érdekes azt látni, hogy miközben alapvetően kulturálisan uh -huh. uh, egy sokkal óvatosabb kultúra, sok szempontból a humorral is nagyon óvatosak, és, és nem állnak bele ilyen nehéz, uh, kritikus uh -huh. helyzetekbe, de mégis közben kimész a sügbolya keresztül, és olyan austitákat látsz, olyan mémekkel beleépítve. Tehát annyira Igen. elképesztő, hogy, hogy, mint egy más világ. Na, egy dolog, amit kíváncsi lennék, van olyan, akinek egy ilyen stílus inspirációd? Vannak ilyen, nem tudom, Instagram-re külföldre, itt követ, és azt mondtad, hogy huda jól öltözködik, és, kicsit így néhány egy-két dolgot szedtekhez hozzá? Pinteresten szoktam nézni, nagyon-nagyon sokat, Instagram és van pár felhasználó, követek, összetek nem tudom a nevüket. Aha. Szóval, így ízen bedobálgatja, de szerintem tök jó, ha inspirálódsz másoktól. Nem feltétlen azért, mert hogy, mert, hogy nem lesz ettől egyedi, Kell egy kis ötlet ahhoz, hogy tanulj valamit arról, hogy mi az, ami neked tetszik. Mm -hmm. És szerintem ez nem nagyon fontos. Konkrét embert nem tudok mondani. Talán akinek magyarországon szerintem tök jó stílusom az a Pongor Barka, Aha. ő tőle mindenképp tudnék lopni néhány csekit. <laughs> tök jó. Hát figyelj, tényleg köszi, hogy... Uh... Mondom majdnem, hogy eljöttél szépen. ebben a mai videóban, de hogy fogadt el itt minket az otthonodban. Ümm, és nagyon jó üzenetek is voltak ebben a videóban. Ha csak egy dolgot helyeztek meg ebből a maiból, akkor legyen az az, hogy nem kell feltétlenül elképesztően drága szettekből öltözködni ahhoz, hogy különleges outfiteket rakj össze. A turizás, a vintage ruhák szerzése és a szülők szekrényében való előtúrás nagyon menő, sőt fenntartható is különben. Tegyük hozzá, mi szintén egy fontos faktor. És ja, még tőled van milyen végszó? skinny jeans. A nap végén csak ez számít. Na hát ennyi. Találkozunk a sneakerhez az Budapesten november mestig a harmadikán, azért gyere már ki te is azért. Figyelj, be azt a ne fenyegess engem Vállalt be azt a kihívást. Na jó. Kérlek. Sziasztok, kövessétek Zsombat, meg engem is. Ciao.